Ámóz próféta könyve, hatodik rész. A kevésség büntetése. Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamodik Izrael háza. Járjátok be Kalnét, és nézzetek szét. Onnan menjetek a nagy hamádba, azután menjetek el a Filiszteus gádba. Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál, nagyobb-e a területük a tiétekénél? Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért közel hoztátok az erőszak uralmát. Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat, és a hízlalóból a borjúkat. Hárfa kísérettel dalolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kejhekből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Önmagára esküdött az én uram az úr, így szól az úr, a seregek istene. Utálom Jákób kevéségét, gyűlölöm palotáit, prédára vetem a várost mindenestül. Ha tíz ember marad meg egy házban, azok is meghalnak. Ha fölemeli valakinek a holtestét, a nagybátyja vagy a rokona, hogy kivigye a házból, akkor odaszól annak, aki a ház belsejében van. Van-e még valaki veled? Az így felel. Nincs. És hozzáteszi. Csitt. Ki ne esd az úr nevét. Mert íme az úr parancsára darabokra zúzzák a nagyházakat, a kis házakat pedig törmelékké. Futhatnak-e kősziklán a lovak? Fel lehet -e a szántani ökrökkel? Ti pedig méreggé tettétek a törvényt, és az igazsággyümölcsét gyümölcsét ürömmé örültök Lódebárnak, és azt mondjátok, a magunk erejével foglaltuk el karnaimot. Én majd egy népet indítok ellened, Izrael háza, így szól az Úr, a seregek istene, amely sanyargat benneteket a hamádba vezető úttól le az Arábá völgyig.